Egy nap, ahogy tekerek, hátszéllel szemmelek a hajnali Erkel utcába. Primőr szépasszony, résre nyílt motorháztetővel, könnyű fehér, szinte ruhátlan, bebikázása vár. Mosolya a Calvinigével, fekvő rendőr hányja a rímet utána. És látom az égen egy telefonszám. Én és a Slam és én. Valaki azt mondta, hogy nem őszinte a mosolyom. És tényleg. Nem értem, hogy van az, hogy a többiek természetesnek születnek, én meg már évtizedek óta gyakorlom. A Slam ez négy személyes. Jó, de hanyas szám hanyadik? Miért kísért az én? Ez a mítosznak ócska, nyálas töltelék szócska. Ennél még a rím is szervesebb. Az én? Kesztyűsbáb mozgatta. Az én egy utalás, valós referenciapont nélkül. Egy töredék a szövegkörnyezetre, a szerzőre vagy akár a beszélőre való utalás nélkül. Poros lelet a találtárgyak osztályán, amiért talán bejön a becsületes elvesztő, nevezetesen Fonál, aki szintén elveszített egy elhagyott idegenvezető, valami Ariadné, amikor kétségbeesetten a 4-es hatosan telefonál. És mi ez a Slam? Mondani valót gondolni, és gondolni valót mondani? Azt gondolni, amit jól gondolni, hogy azt gondoljam, hogy jól gondoltam ki, amit jól mondtam ki? De hányszor volt már, hogy inger küszöb alá mondtam, amit egyébként túl gondoltam, mint most is. Váteszként mondani a közéleti frankót? Az jó, mert legalább addig sem a magam dolgával. Bevikázzam 2 méterről, keményen, az örök emberit, vagy csak Mandénerre lévjen. Beszélni mi az, ami visszamarad, ha a nagy szavak megeszik a kis szavakat? Szóval mi ez a Slam? Legalábbis ennek a nekem. Ötlet a későn kellő aranyatlelésre. Ürügy a semmire kellésre. Alkalom a szöszmötölésre, az elrévedésre, a magamba mélyedésre, de arra, hogy ott se legyek semmit észre, hogy lófrájak csak átbámészkodva napokat, csak bamba tekintettel nézzem a kirakatokat, még az ottani tárgyról is hátrafelé haladva, valami otthonosan ismeretlen alakban. Vagy hegymenet. Az úton köb, a köbben jelzések. Történnem erre kellene, de valahogy majd úgy is elkések. Vigyázat! A közelben éles költészet.